Részben lezárult a Tolnai Családsegítő Központ jótékonysági árverése, melynek köszönhetően közel 1 millió 300 ezer forintot sikerült összegyűjtenie az intézménynek. Székely Anikó, a központ vezetője szerint a befolyt összeg egy hatalmas összefogás eredménye, hiszen csaknem 600-an csatlakoztak az online árverés csoportjába. Ugyan az árverés egyik része már lezajlott, de december 5-éig lehet továbbra is licitálni a Családsegítő Központ Facebook felületén létrehozott Romelu Lukaku csoportban a Chelsea csapat egyik dedikált mezére. Ezúton szeretnék minden focirajongót, illetve bárkit, aki szeretné támogatni a céljainkat, buzdítani, hogy licitáljon erre a mezre. Ez országosan került meghirdetésre ez a mez, úgyhogy szeretnénk, ha minél több személyhez eljutna ez a lehetőség, így erre hosszabb idő áll rendelkezésre. Tavaly a befolyt összegből 200 ajándékcsomagot állítottak össze. Ebből 140 rászoruló gyermek részesült ajándékcsomagba, és 60 idős egyedülálló létminimum közelében élő felnőtt. Terveink szerint az idén is szeretnénk 200 ajándékcsomagot szétosztani mindenképpen, és terveink szerint a járás településein is szeretnénk, hogyha ebből az adományból részesülnének főként gyermekek. Van egy úgymond adatbázisunk, amit évről évre frissítünk. Itt van egy kollégánk is, akinek kifejezetten az a feladata, hogy egy szociális állapotfelmérést készít. Ő az év folyamán folyamatosan készítette. Ezáltal teljes képet kapunk arról, hogy kik azok, akik valóban rászorulók, és így ez számunkra is megnyugtató, hogyha jó helyre kerül a csomag. Természetesen a civileket is meg fogjuk kérdezni, tehát itt a szétosztással kapcsolatban, illetve a létszámmal kapcsolatban még le fogunk ülni egyeztetni, hiszen ha akár a Caritasnak, vagy Vöröskeresztnek, vagy a Református Nőszövetségnek, vagy bárkinek van olyan család a tarsójában, akit mindenképpen szeretnének, mert rászorulók, akkor természetesen ők is részesülni fognak ebből. A tavalyi év folyamán elég színvonalas csomagokat sikerült összeállítani. Az idősek tehát kifejezetten élelmiszercsomagot kaptak, olyan termékeket is igyekeztünk beletenni, amit esetleg a nyugdíjukban nem emelnének le a polcról, ettől válik valamilyen szinten ajándékká. A gyerekeknek mindenféleképpen szeretnénk játékkal kedveskedni. Tavaly óvodások és általános iskolások kaptak ajándékot, nem szerint bontva, illetve azt szerint tényleg, hogy sulis vagy ovis, és mindenképpen úgy igyekeztünk összeválogatni, hogy mondjam, örömüket lejjék, esetleg ha testvér van a családban, akkor a társas játékkal testvér is játszhasson, adtunk minden csomagban meleg plédet, hogy össze tudjanak bújni, együtt tudjanak lenni. A tervek szerint az időseknek személyesen házhoz viszik majd az ajándékcsomagot. A gyerekes családok tavaly személyesen bejöttek, öröm volt nézni, amikor átvették, és csillogott a kis szemük. Legkésőbb december 20-21-ig szeretnénk, tehát kifejezetten karácsony előtt, hogy meglegyen ennek a hangulata.